Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben az a szándék vezérel bennünket, hogy bemutassuk a Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosait, illetve azokat, akik még az előző időszakban nagyon sokat tettek azért, hogy elismert intézmény legyen a mi kórházunk itt Székesfehérváron. Mai vendégem Kovács Ignác, ortopéd főorvos, tisztelettel köszöntelek. És rendhagyó lesz ez a beszélgetés, hiszen egy legendáról kell, hogy szót ejtsünk, hogy beszélgessünk, aki nem más, mint Perjes Kornél emeritus ortopéd sebész osztályvezető főorvos, aki gyakorlatilag egy esztendeje nincs köztünk, hiszen az elmúlt év szeptember 30-án Isten akaratában megnyugodva távozott. Róla kell, hogy beszéljünk, hiszen ő egy nem csak azért, mert legenda volt, hanem azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat kaptunk tőle, kaptak az orvos kollégák is. Ugye 1962-ben végzett a Semmelweis Egyetemen, 38-ban született egyébként a professzor úr, és hát először a Szombathelyre vetette a sorsa, majd 77-ben érkezett meg Székesfehérvárra. Ez egy olyan időszak volt még, amikor nem olyan volt a kórház, mint mostanság, de akkor is nagyon-nagyon fontos, hiszen osztályvezető főorvosként egy olyan feladatot kapott, ami ugye alapvetés egy kórházban. Milyenek voltak ezek az időszakok? Nyilván nagyon pontosan nem tudjuk meghatározni, de nagyon sok változás van azóta. Természetesen ez egy hőskor volt. Országszerte indultak az ortopéd, tehát a megyei ortopéd osztályok, inkább így mondom, mert ugyanis Budapesten, tehát a fővárosban azért elég sok helyen volt, szinte mindegyik kórháznak volt külön kis ortopédia rendelése, illetve olyan része, ahol tudott operálni. 77-ben a főorvos úr úgy került ide, kuhárigazgató felkérésére tulajdonképpen, hogy alakítsa meg ezt az egész ortopéd osztályt, amit én úgy gondolom, hogy teljesen tökéletesen meg is alkotott, amit aztán ugye 80 vagy 2000-ben, pontosabban 2019. decemberében hagyományozott a Bucski professzor úr, ugye most volt főnökömre. Meg kellett alakítani, tehát aki volt előtte, Bencik Mihálynak hívták, ő egy ortopéd vizsgával rendelkező ember volt, de abszolút kis műtéteket csinált csak, nem volt olyan nagy volumenű, ortopéd szempontból nem volt olyan nagy volumenű ember, amit el kell képzelni. A Kornél, tehát a főorvos úr ugye bevezetett elsősorban olyan műtéteket, amiket eddig nem végeztek az ortopédián Székesfehérváron vagy a megyében. Most a kis műtéteket mondom, hogy a bütyök műtétek voltak, a térdizületi artroszkópos műtétek, ugye elsősorban a sportkórházban operáltak, csináltak térd körüli olyan műtéteket, amik kiegyenítették a görbe, illetve X-lábat. Végeztek olyan műtéteket, amik a hőskorban a protézis helyetti műtétek voltak, tehát úgynevezett csípő körüli oszteotómiákat, tehát átvágták a csontot, és ezzel egy más terhelési felszínt alakítottak ki, és máshogy terhelt a beteg, és kevésbé kopott a betegnek el a csípője, illetve tért környékén is végeztek oszteotómiákat, tehát csontátvágásokat, és ezáltal a terhelést máshogy helyezték el. Akkor egy új szemléletet hozott be a csípőszűrésekbe is, bevezették az ultrahangos csípőszűrést, illetve nem csak az, hogy ultrahangos csípőszűrést, minden megyében született, nem csak a városban, minden az egész megyében szűrve lettek ezek az újszülött babák 6-7-es korban. Sőt, volt olyan is, hogy mi egy időben átjártunk az újszülött osztályra, és ott a még haza nem engedett babákat megszűrtük, és hát időnként ott is
találtunk olyat, ami hát esetleg kezelése volt érdemes, illetve abban az időben még a Dongoláb vannak a konzervatív esetben konzervatív kezelésében is foglalkoztunk, illetve aztán a Dongolábnak a műtétjével is. Aztán jött az egész, ugye, mint a Kornél, ha szerint a fővárosorszhoz kötődik, a gerinc, tehát a szkoliózis, tehát a gerincfeldőlésnek a szűrése, illetve az akkori kezelése, elláttuk ezeket a gyerekeket fűzővel, elküldtük őket Vajtára. Volt egy ilyen lehetőségünk, hogy Vajtán egy hónapot töltöttek ezek a gyerekek, és ott intenzíven tornáztották őket, amit először a főorvos úr figyelt, gyógykezelt, utána pedig én voltam, aki éveken keresztül lejárt Vajtára minden hónapban egyszer, és megnéztük ezeket a gyerekeket. Hát nyilván nem kellett őket olyan szempontból, hogy már ki voltak szűrve, tehát olyan egy válogatott beteganyag került ki Vajtára, de hogyha a gyógytornászoknak volt valami kérés, akkor azokat még egyszer megnéztük ezeket a gyerekeket, akkor... Tehát kimondhatjuk, hogy áttörést jelentett a megérkezése. Annál is inkább, hiszen 77-től Fejér megye ortopédiai szakfelügyelője is lett, és később Veszprém megye is hozzátartozott. Ez mit jelentett a gyakorlatban? Tehát egyszerűen kötelessége volt, ha úgy tetszik, valamennyi ortopéd szakorvosnak elfogadni azt, hogy jönnek az új megoldások, azok a megoldások, amelyek közelebb visznek bennünket az európai elithez, ahogy tetszik. Hát mindenképpen bennünket mit tanított úgy operálni, még hogyha nem is minden 100%-os, nem is minden témakörben, de őtől tanultuk operálni, ugyanis itt mondom a Bencik főorvoson kívül, aki igazából az osztály munkájában aztán már nem vett részt 77 óta, jöttek ugye a kollégák, egy Bak doktor, a Langmár Judit, a Gyöngyösi Pali, aki szintén azóta sajnos elment Dunajvárosba, illetve sajnos infarktusban elhalálozott. A Dani Ferenc kolléga, aki Erdélyből jött hozzánk, tehát mi megtanultuk ezeket az alapokat, amik én úgy gondolom, hogy kellettek az akkori, mert azért már csak mondom azt, hogy 80-as évek eleje azért még az ortopédiának azért még tehát nem volt még a fénykora, hanem inkább egy ilyen kis tanulókorszaka volt. Mi volt a folyamatos fejlődés záloga? Milyen ember volt köznapi emberként és orvosként, professzor úr? Hát azért el kell mondani, hogy elég poroszos ember volt. Ugye mi megkülönböztetünk azért így orvosok, porosz stílusú vezetőket. A Kornél az volt, de nyilván ez nem volt baj, mert rend volt. Rend volt. És ez, én azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb. Legfontosabb. Az, hogy rend volt az osztályon, az orvosok között, a nővérek között, a gyógytornászok között, ő tudta mindig, hogy mit csinál, még hogyha mondom, hogy picit talán ez egy, bocsánat, ezt kell mondjam, egy kicsit foroszos stílusban, de ez kellett sokszor, ez kellett. Ez nyilván az orvos kollégákra, az ápolónői személyzet és mindenkire vonatkozott. Igen. És ez eredményes is volt, hiszen én azt gondolom, hogy szép sorban olyan lett az ortopédiai osztály, hogy büszke lehetett rá a Szent György Kórház, és természetesen a professzor urat nem kerülték el az elismerések sem. Nyilván itt most a felsorolás szintjén, hogy a miniszteri dicséret, a Pro Sanitate, a Pro Caritate, a Victoria díj, az emberért díj, a Barna Otto emlékplakett, Szent György emlékérem, ez mind azt jelzi, hogy ez mások is odafigyelnek. Egyébként az tetten érhető volt, hogy odafigyelnek erre az osztályra, nem csak Székesfehérváron, hanem szerte az országban? Hát igen, mi kaptunk rendezésre, tehát ugye minden szakmában, az orvosoknak minden szakmájában vannak olyan kongresszusok, amik évente kerülnek megrendezésre. Itt elnyertünk a Fiatal Ortopéd Orvosok Fóruma, illetve a nagy Magyarországi Ortopéd
társaságnak kongresszus rendezési jogát, és ezáltal ez hát mindenképpen egy kitüntetés volt, és egy figyelemkeltes felkeltés volt, hogy a főorvos úr milyen munkát végez itt a Fehérvári ortopédián. Egyébként említetted ezt a díjakat, azért el kell mondanám, hogy ő azért nagyon sokat tett Fejér megyeben a rehabilitációs intézetbennek a létrehozásáért, amit a Horváth Ágnessel együtt tulajdonképpen ők alkottak meg, a Victoria Rehabilitációs Központ, ami talán nincs annyira a látótérben, de mindenképpen egyik óriási dolog volt, amit a főorvos ebben. Mint dolgozott. Ahogy arról is méltatlanul kevés szó esik, hogy a Fejér megyei mozgássérült központnak is az egyik, és utána Viktória Rehabilitációs Központ kuratóriumi elnöke, és ugye ez 79-ben volt, ami az országban is az egyik az első között. Igen. Az ortopéd szakmai kollégium tagjaként mi a feladata egy orvosnak, egy elismert orvosnak? Hiszen tudjuk, hogy 90-től a professzor úr tagja volt ennek a kollégiumnak, elismert tagja, tegyük hozzá. Hát, tehát ez egy olyan kollégium, hogy minden hónapban összejönnek. Ma már ugye a korszerű technika folytán ugye az interneten, de annak idején minden hónap utolsó hétfőjén volt egy értekezlet budapesti az ortopéd klinikán, és ők ott összejöttek, és megbeszélték a kinek van valami problémája, illetve továbbfejlődési lehetőséget. Ott beszélték meg, hogy mondjuk nálunk is be kellene vezetni mondjuk az izületi protézis műtéteket, ugye ezeket a porcfelszín pótló műtéteket. Először a csípőprotézis műtétet végeztük, aztán utána jó pár évvel később végezhettünk térdizületi protézis műtéteket. Tehát ez egy olyan fórum volt, ahol igazából megbeszélték a különböző gondjaikat, illetve engedélyezés volt, mert tehát ugye nem operálhattunk rögtön, vagy a főorvosunk nem operálhatott rögtön nagy ízületi műtétet, amíg ezt ellendöntötték ebben a fórumon. Maga az osztály elismert volt, illetve a professzor úr nem különben. Ebből az elismerésből mennyit profitálhattak azok a fiatal feltörekvő orvosok, az a generáció, aki őt követte? Hát mi is eladtunk ezeken a kongresszusokon, ez mindenképpen javunkra vált, illetve rengeteget jártunk különböző más intézményekbe, ahol tanultunk olyan más műtéti technikákat, amik esetleg még itt nem voltak elérhetőek, vagy ezeket a műtéti technikákat tovább tudtuk fejleszteni itt Székesfehérváron. Tehát mindenképpen egy a szakmai ez kellett, hogy ő ott legyen ezen a fórumon. Tehát ez volt többek között a folyamatos fejlődés záloga. Aztán jött egy olyan pont, ami azt hiszem, hogy a személyes orvosi pályafutásodnál is egy fontos pillanat volt. Ugye majd erről fogunk beszélgetni, amikor a saját pályafutásodról esik szó, hogy ugye azt tudnunk kell, hogy a sporttudomány karon is előadott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a professzor úr. Tehát az már egy következő lépcső, mondom én. Ez úgy működött, hogy tehát egy minisztériumi rendelet volt, hogy minden iskolában kell lennie egy gyógytestnevelőnek. És ez a gyógytestnevelői karnak a képzése itt volt Székesfehérváron. A főorvos úr tanította, úgy tudom, az ortopédiát, aztán normál, és az általános sebészetet, meg a baleseti sebészetet ő tanította. Én voltam, aki az anatómiát oktattam ebben az intézményben. Aztán ez az intézmény valahogy elkerült Budapestre, és ő viszont maradt ott tanárként, én pedig befejeztem az anatomiát. Ez is egy nagyon fontos. Ez több mint 10 éves dolog volt egyébként. Így van. 99-et írtunk, amikor nyugdíjba ment a professzor úr, de emellett természetesen dolgozott tovább. Részt vett még abban a munkában, ami a kórházra jellemző, úgy általában, vagy adott tanácsot? Hogy tudtátok elbúcsúztatni?
Hát így tulajdonképpen a, de 1999. szeptemberében tudtuk meg, hogy hát új főnökünk lesz decembertől, ugye a Bucsi László személyében, és akkor utána még tovább hajtott bennünket, hogy még jobban tanuljunk, és még jobban, hogy mondjam, alkalmazzuk azokat az osztálymódszereket, amiket ő már aztán későbbiekben nem tudott. Ő egy darabig, tehát körülbelül egy ilyen, úgy emlékszem, hogy 2000 áprilisáig, vagy májusáig itt maradt, és operált, illetve még rendelt. Aztán akkor ment utána végleg nyugdíjba itt Székesfehérváron, illetve egy darabig még egy pár évig még magárendelt, azt tudom, és ezen Budapesten, vagy a Budapesti Gyógytestnevelési Karon, tulajdonképpen ez az orvostudományi egyetemnek egy kara, és ott még oktatott. Nagyon fontos volt az ő pályafutása. Én azt gondolom, hogy amikor Kuhár főorvos úr elkezdte az átépítését a kórháznak, illetve számtalan orvost invitált meg ide Székesfehérvárra, és elindult az az út, ami még most sem ért véget, hiszen egyetemi oktató kórházként nagyon sok új történik itt Székesfehérváron, tehát fontos volt Perjes Kornél professzor úr jelenléte is. Ez alapjaiban változtatta meg a sebészetet, hogy így utólag, ha végig gondolod a pályafutásodat? Hát persze, a fehérvári sebészetet mindenképpen. Hát úgyhogy az előtte való kolléga ilyen kisebb lábműtéteket végzett, esetleg térdben porcelánvállásokat, meniszkuszműtéteket végzett. Ugyanakkor mi eljutottunk ugye a olyan bütyök műtétekig, amit egyébként például itt Magyarországon ő vezetett be, ezt az úgynevezett Lindgren szerinti bütyök műtétet. Bár mondjuk el kell mondom, hogy a bütyök műtétnek, ugye, ami egy banális dolognak tűnik, de mégis 140 féle, körülbelül 140 féle műtéti megoldása van, vagyis egyik sem tökéletes, ha valaminek egy betegségnek 140 féle műtéti megoldása van. Tehát akkor az, na mindegy. És akkor eljutottunk odáig, hogy gerincsérvet operált a főorvos úr, mi aztán operáltunk még szintén gerincet, gerinc csigolyaív szakadás rögzítést, ilyen csavaros rögzítést, amit nagyon komoly szakemberektől tanultunk, meg a Jakab Gábor főorvostól említeném itt, a Rizskó főorvos úr volt itt, aki Rizskó professzor volt itt, aki segített nekünk műtétet végezni, a csípőprotezis műtétet a Cser Imre főorvos úr az ortopéd klinikára segített nekünk, nagyon sok műtétetben segített a Vénszáras Tamás más professzor, aki aztán az ortopéd klinikáról elkerülve Szegeden volt, a klinika vezetője. Mindenképpen ezt, amit te mondtál, így gondolom. A köteles tiszteleten túl a személyes sorsodat, a szakmai előre meneteledet mennyiben befolyásolta, hogy mellette lehettél, tanulhattál tőle? Így visszagondolva. Hát ugye most a nagy szó, ugye azt mondom, hogy először adott cikét a kezemben, mert hát így történt végül is, és hát a legegyszerűbb kis kalapácsúly műtéttől elkezdve a protézisek műtétek kezdetéig, illetve a gerinc műtéteket leasszisztálta nekünk, segített nekünk. Én úgy gondolom, hogy ebben teljesen jó hozzáállása volt. Jó beszélni róla, jó emlékezni rá, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket ezzel. És kedves nézőink, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő beszélgetésnél, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!